az üsdobot. A számban érzem még a vermutot. Fejemben érzem még az éjszakát. Az éjszakának minden mámorát. És aki muzsikál, szívembe bele talál. Az a jamaikai trombitás, egy jó fej nem vitás. Hogy fér egy trombitába ennyi láz, úgy nem fú senki más. Úgy hívják a rajzány trombitás, fog a útvapi, akár a hó. Zenéje egzotikus csábítás, egyszerre andai és lázító. Előkelő, akár egy bitnaszád, de ő a lángolás. Jamaikaiban is ritkaság, egy ilyen poppás trombitás. Fülébe hallja még az üsdobot, szájában érzi még a vermutot, fejében érzi még az éjszakát. Az éjszakának minden mámorát. És aki muzsikál, csodára beletalál. Hogy az a jó jamaikai trombitás, egy ikhaj nem vitás. Hogy én egy kicsit fejbe együtt vár. Úgy nem fú senki más. Nem is tud fújni. Úgy hívják aranyszájú trombitás, foga úgy vakít akár a hó. De mélye egzotikus csábítás, egyszerre andalít és lázító. Előkelő, akár egy britna szád, de ő a lángolás. Jamaikaiban is ritkaság, egy ilyen pompás trombitás. Aranyszájú trombitás, a foga úgy vakít, akár a hó. Zenéje egzotikus csábítás, egyszerre andany és lázító. Előkelő, akár egy britta szád, de ő a lángolás. Jamaikaiban is ritkaság, egy ilyen pompás trombitás. Páratlan páros, kölcsönlakás, miniszter félrelép, ezek mind Ray Cooney vígjátékai, és a Vidám színpadon egy újabb Ray Cooney vígjáték lesz látható. Szervusztok! Szia, szia! Szia. Rég láttalak, bocsánat, lehetünk ennyire bennfentesek, hogy tegnap együtt játszottunk. Így van. De most beszéljünk az új bemutatótokról. December 5-én van a nyilvános főpróba, és onnantól kezdve élesbe 6-ától játszátok az előadást. Ez egy ősbemutató? Nem nagyon találtam. Nem erről. Ősbemutató, szerintem a más címen már talán játszották, de elég régen. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Vidám színpadon most ez a negyedik Ray Cooney darab. Borzasztó, hogy miket veszek a nyakamba. Nem csak szerepileg, hanem egyáltalán, mert frenetikus, fantasztikus jó a darab, ugye a próba folyamatok most tartanak, de hát nem is tudom, hogy lehet ez bírni tempóval, meg energiával, mert egyszer nem lehet leereszteni. Összeszámoltatok, hogy hány Ray Cooney darabban játszottatok? Ez lesz most a negyedik. Ez a negyedik, igen. Negyedik, a délután a legjobb, ugye azt régen játszottuk a régi Vidám színpadon, Család ellen nincs orvosság, az az ászlós hajója a színházunknak, az, amikor fölkerül a jegypontúra, az utána már nem lehet jegyet kapni rá. Van a Dőlelője, vagy Pénzáll a házod, és most az Apa csak egy van. Nagyon érdekes, mert ugye beszéljünk ezzel a történetről, és aztán nekem van egy kérdésem a címmel kapcsolatban, ugyanis nagyon érdekesen fordítják át a Ray Cooney darab címeket. Ha jól tudom, ennek a darabnak az eredeti címe az Caught on the Net, vagy Caught in the Net, tehát valami internetes dolog, akkor jól találtam jó, meg. Jó, abszolút, utána néztünk, gratulálok. Tehát mi akkor a történet, pontosan mi az alapsztori, amennyit elárulhatunk? Hát csak az alapsztorit áruljuk el, mert akkor a csavarok vannak benne, hogy azt kár lelőni előre. A lényeg az, hogy az interneten két fiatal, egy fiú meg egy lány összeismerkedik, és bejelentik az anyjuknak, hogy szeretnének egymással találkozni. És amikor az apa megtudja,
onnan indul el az őrület, és kiderül ugye, hogy két családja van. És az egyik családból a másikba rohangál, azért apa csak egy van, a találó cím. Tulajdonképpen az Anna elmondta az egészet. Hát ez az első pillanatban kiderül, és itt még számos csavar következik, és a végén van egy óriási nagy slusszpoénja a darabnak, amit természetesen nem árulunk el, de hát az alaptörténet ez, hogy az apa tébolyultan rohangál a két család között, és próbálja a lehetetlent elsimítani. Mary és John ül velem szemben a darab szerint. Na most ez a két név nem először jelenik meg Rékuni vígjátékaiban. Vannak történeti átfedések Rékuni darabjaiban, ami meg tud újulni? Csak az van. Tehát meg tud újulni, de átfedések tömkelege, és azáltal ugye három darabot már játszunk. Saúl Dezső barátommal, aki ugye a két jó barátot játszok ismét ugye ebben a darabban. Rengetegszer van olyan, hogy egyszerűen idézünk már a másik darabból. Nem csak a nevek ugyanazok, hanem a történések. Tehát az, hogy a folyamatos hazugság, hogy mit kell kitalálni ahhoz, hogy az ember mentse a bőrét, mentse a barátjának a bőrét, mentse a családnak a bőrét, mentse a házasságának a bőrét, hazugság hátán, és igazából ez az összes Rékuni darabra borzasztó a jellemző. Piszkosul tud írni ez a Rékuni, hihetetlen, megmozgatja az ember fantáziáját, és nem hagyja pihenni. Tehát úgy gondolom, hogy a vígjáték írásnak szerintem ő a doenje mindenféleképpen, mert így ember nem ír, mint ő. Nem véletlen, hogy a negyedik darabot veszi elő a Vidám színpad Rékunitól, mert olyan fordulatban gazdag, és olyan élvezetes játszani a színészeknek is, bár iszonyatos pontosságot igényel. Mitől jó? Ez nagyon jó, hogy szóba hoztátok. Mitől jó egy vígjáték? Ettől? A tempótól? Hát a poentírozás, a tempó borzasztó pontosnak kell lenni, aztán ha már pontosak vagyunk, azon belül lehet rögtönözni, de itt pláne az, hogy párhuzamosan történnek az események, van, amikor nem is arra a végszóra válaszolok, ami logikai végszó, hanem ami ugyanazon a helyszínen, de mégis egy másik helyszín. És mennyi szabadságot ad a színpadon ez a színésznek a színpadon? Hát én úgy gondolom, hogy mivel hogy már negyedik darabot játsszuk, mi a Dezsővel elég szabadok vagyunk, szabadon kezeljük a darabot. Szabadon lubickolnak. Ami még nehézség ebben a darabban az, hogy egy osztott színpad van, van két lakás, egy wimbledoni és egy stratteni lakás, de a nappali az mind a két lakásnak ugyanaz. Tehát valamikor úgy vannak a történések, hogy nem találkozunk, de el kell mennünk egymás másiknak a szobájába, tehát borzasztó nehéz. Föláll a másik feleség, Sajgál Erika, a fotelből, és abban a pillanatban én leülök, de az egy másik lakás. Beszéljünk egy kicsit a jónak lenni óra, ugyanis a Vidám színpad is csatlakozott a jótékonysági kampányra, beszéljünk egy kicsit erről. Hogy hogyan? Hát, én megmondom neked őszintén, hogy itt ugye elmondtam, amikor meghallom ezt a mondatot, mindig az embernek a szíve meg a lelke így egy kicsikét így ökölbe szorul, és arra gondoltam teljesen spontán, hogy én szeretnék felajánlani egy előadásnak a bevételét a Cserny Alapítványnak. Én úgy gondolom, hogy ennél szebb, csodálatosabb dolog nincs a Földön, és szerintem, és hál' Istennek mondhatom azt, hogy 13 óta, mióta az új helyszínen játszik a Vidám színpad, hál' Istennek olyan sok drága kollégával vettem körbe magam, akik szociálisan hihetetlen érzékenyek. Úgyhogy mindenki ezt a dolgot csak-csak támogatja, mellé áll ennek az ünnek, elmondtam, és mondták, hogy persze, és bízom benne esetleg, hogy más színház is követ benne. Kollégák is, és a nézők is, illetve hát a színházban és a tévéképernyőket is köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük.